Lövei Ádám vagyok, motoros újságíró, a balesetmegelőzési plakátkampányok szervezője és a Motoroz Észel című vezetéstechnikai kiadvány szerzője. Közlekedésbiztonsági filmünk első részében egy vezetéstechnikai oktató segítségével mutattuk be a motorkerékpárok magabiztos kezelésének alapfogásait. Most pedig megmutatom, miként alkalmazzuk ezeket a mindennapokban, illetve az olyan szituációkban, amik a motorosokra nézve a leginkább veszélyesek. Magyarországon a motorkerékpár szezonális jármű, a téli hónapokban csak elvétve látni egyet-kettőt az utakon. Ráadásul nálunk 20-szor annyi személyautó közlekedik, mint motorkerékpár. Mindezekből adódóan a járművezetők kevésbé számítanak a motorosokra a forgalomban. Mindig tartsuk észben, hogy egy motorkerékpár felülete sokkal kisebb, mint a két nyomon haladó járműveké, és ez még a legnagyobb motorokra is igaz. Ezért a többi közlekedő nehezebben észlel minket, de megkönnyíthetjük a dolgukat, ha a motorkerékpárunk és a ruházatunk színösszeállítása feltűnő, és ha fényvisszaverő elemekkel is fel van szerelve. Természetesen saját érdekünk, hogy a világítás mindig legyen bekapcsolva, ez egyébként is kötelező. Akármilyen hihetetlen, ha egy motorkerékpár 30 méterre van tőlünk, már a hüvelykujjunkkal is teljesen ki tudjuk takarni. Ez jól példázza, hogy milyen könnyen takarásba kerülhetünk a forgalomban, tehát a többi járművezető számára mennyivel nehezebb észrevenni minket, mint például egy autót. Ezért nekünk, motorosoknak kell mindig körültekintőnek és előrelátónak lennünk, így előzhetjük meg, hogy balesetveszélyes szituációba keveredjünk. Motorozás közben különösen fontos, hogy miként helyezkedünk a sávunkban, illetve hogy mit fürkészünk a tekintetünkkel. Alapszabály, hogy mindig legyünk jól látható helyen, tehát ne tartózkodjunk a többi jármű holterében. A két nyomó haladó járművek vezetői számára általában akkor vagyunk holtérben, ha mellettük vagy félig mögöttük vagyunk, főként a jobb oldalon. Ha ilyen esetben akarnak sávot váltani, szinte biztos, hogy nem vesznek észre minket. Párhuzamos közlekedésként próbáljunk úgy helyezkedni, hogy lehetőleg a mellettünk haladó járművek előtt vagy mögött legyünk, és mindenképpen tartsunk megfelelő oldaltávolságot. Emellett az is fontos, hogy tudatosan használjuk a periférikus látásunkat. Az emberi szem viszonylag kis területen lát élesen, de a periférikus látásunknak köszönhetően közel 180 fokos szögben érzékeljük környezetünk mozgását. Azonban minél nagyobb sebességgel vezetünk, annál inkább csökken a periférikus látómezőnk, ezáltal egyre kevesebb információt kapunk a körülöttünk zajló eseményekről. Ez az úgynevezett csőlátás. Tehát minél gyorsabban megyünk, annál kisebb az esélyünk, hogy megfelelően reagáljunk egy váratlan közlekedési szituációra. Bármilyen járművet vezetünk, általános alapszabály, hogy mindig oda nézzünk, ahova menni akarunk. Ez minden helyzetben a segítségünkre van, mert az ember tudatalatt arra megy, amerre néz, és arra felé is kormányozza az általa vezetett járművet. Vészhelyzetben, ha például hirtelen elénk fordul egy jármű, vagy kilép egy gyalogos, ahelyett, hogy ijedtünkben elkezdenénk bámulni, azonnal keressünk egy menekülő útvonalat, amelyre kikerülhetjük. Mindig próbáljunk egyszerre többfelé figyelni. Ha azt tesszük észre, hogy mereven bámulunk valamit, például az előttünk haladó járművet, akkor tudatosan kapcsoljuk be magunkban a kaméleont, vagyis rendszeresen nézzünk oldalra és a tükrökbe is, illetve nézzünk egy kicsit távolabbra is. Például itt áll az út szélén egy autó, jobb felkészülni arra, hogy mit kellene tennem, ha hirtelen elindulna, ezért egy kicsit feljebb húzódom. Persze ez nem azt jelenti, hogy előre felhergeljük magunkat a többi közlekedő ellen, egyszerűen csak mindig éberen kell figyelnünk a környezetünket.
tekintsünk partnerként a többi közlekedőre, de annak a tudatában, hogy azért mindenki hibázik néha. Ha megáll a forgalom és van elég szabad hely a sorok között, akkor előre arra szólhatunk, illetve használhatjuk a buszsávot is, de csak óvatosan. Ha valaki sávot akar váltani, minket biztos, hogy nem vesz észre olyan könnyen, mint egy autóbusz. Figyeljük az előttünk haladó járművet. A fékes talán már észrevett valamit, amit mi még nem is látunk. A sorok között figyelnünk kell a szabálytalankodó gyalogosokra is, mert kiléphetnek egy nagyobb jármű takarásából. Úgyhogy csak lassan csorogjunk, ráadásul figyelmetlen autósok vagy az utasai ki is nyithatják az ajtót. Soha ne előzzünk a jobb sáv jobb szélén, illetve a belső sáv bal szélén. Ez szabálytalan, ezért itt egyáltalán nem számít ránk a többi járművezető. A motorkerékpárok menet dinamikájának köszönhetően egy-egy előzés könnyedén kivitelezhető. De legyünk felkészülve arra, hogy a legtöbb járművezető sohasem vezetett motort, ezért sokan el sem tudják képzelni a motorokon elérhető dinamikus gyorsulást. És persze azt se felejtsük el, hogy minket nehezebb észrevenni. Előzésnél hagyjunk elegendő oldaltávolságot, hogy ki tudjuk védeni egy esetleges ráelőzést. Előzzünk dinamikusan, de ne menjünk sokkal gyorsabban, mint az, akit előzzünk, mert csak így van esélyünk kivédeni, ha ránk előznek, vagy ha az előzött jármű balra szeretne kanyarodni. Előzés közben akkor vagyunk a legkevésbé holtérben, ha a sáv közepén haladunk. Ha megkezdtük az előzést, félszemmel figyeljük az út bal oldalát is, mert ha kereszteződést vagy valamilyen kihajtót látunk, onnan elénk fordulhat egy jármű. Motorosokat érintő egyik leggyakoribb baleset, amikor az eléjük kanyarodó járművel ütköznek össze. Ezért kereszteződéseknél különösen figyeljünk a szembejövőkre, hogy nem akarnak-e balra kanyarodni. Figyeljük a szembejövő jármű mozgását, ha lassít vagy ha a sáv közepe felé húzódik, még akkor is jobb elővigyázatosnak lenni, ha nem is indexel. Ha egy olyan járművet látunk, ami éppen egy alsóbb rendű útról készül kikanyarodni, akkor figyeljük a vezetőt is, hogy észrevette minket. De még akkor is legyünk felkészülve egy elkerülő manőverre, a vezető látszólag minket néz. Az a legjobb, ha kereszteződéseknél csökkentjük a sebességet. Ha pedig valamilyen váratlan esemény történik, mindig a menekülő utat keressük, így jó eséllyel arrafelé fogjuk terelni a motorunkat. Egy motorkerékpár sebességét sokkal nehezebb felmérni, mint például egy autóért, mert agyunk a közeledő tárgyak sebességét a róluk alkotott kép növekedésének mértéke alapján számolja ki. Ha egy személygépjármű közeledik felénk, viszonylag könnyen meg tudjuk satszolni, hogy milyen távolságra van és milyen sebességgel jön, mert a két széle, például a fényszórók, több mint másfél méterre vannak egymástól. Ahogy közeledik az autó, az agyunk által feldolgozott képen a két fényszóró közötti távolság nagy mértékben növekszik, ezáltal könnyebben meg tudjuk becsülni a jármű sebességét. Azonban egy motorkerékpárnak általában egy fényszórója van, illetve ha több, akkor azok közel helyezkednek el egymáshoz. Ezért az emberi agy számára nehezebb feldolgozni az információt, vagyis nehezebb megbecsülni a távolságot és a sebességet. Kanyar bemenetnél először is el kell találnunk a megfelelő tempót. Fékezés közben nehezebb ledönteni a motor, tehát ha túl gyors a tempó és fékezni kell a kanyar bejáratánál, döntsük be bátran a motort, és a felső testünkkel is segítsünk neki. Ezzel egyébként automatikusan ellenkormányzunk is, mert ahogy bedőlünk a belső oldalon, megtoljuk a kormányt, ami segít a hatékonyabb kanyarodásban. Eközben mindig a kiválasztott ívet figyeljük. A kanyarokban a sáv közepére helyezkedjünk, így marad elég mozgásterünk, ha korrigálni kell.
Ha egy jobb kanyarban fák, bokrok, ilyesmi kitakarják az ívet, és úgy érezzük, hogy nem látunk elég távolra, csökkentsük a tempót, és emeljük feljebb a fejünket. Adjunk elegendő helyet a felezővonal mellett, hogyha egy szembejövő jármű esetleg levágja az ívet és átlóg a mi sávunkba, akkor így könnyedén tudunk korrigálni. Balkanyarban helyezkedjünk úgy, hogy a bedöntött motorral ne lógjunk át a szembejövő sávba. Ha egy kicsit a sáv jobb széle felé húzódunk, akkor jobban belássuk a kanyart. És persze sose felejtsük az alapszabályt, részhelyzetben mindig a menekülő utat keressük. Remélem, hogy két részes filmünkben sikerült minél több hasznos információt megosztanunk azokkal, akik érdeklődnek a motorozás iránt. Azonban ezek csak az alapismeretek voltak. Aki igazán jól szeretne motorozni, látogasson el valamelyik vezetéstechnikai tanfolyamra, vagy akár többre is. Balesetmentes motorozást kívánok mindenkinek!